A koronavírus okozta járványhelyzet miatt minden fesztivált és nagyobb rendezvényt le kellett mondani a szervezőknek. Bátaszék vezetősége mégis úgy döntött, hogy valamivel kárpótolnia kell a lakosokat az elmaradt rendezvények miatt, és meg kell teremteni a szabadtéri programok lehetőségét. Azonban a szerdai testületi ülésen több képviselő sem támogatta az elképzelést. Tartózkodásuk miatt akkor nem sikerült megszavazni a helyi Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. Által megszervezett programok költségvetését. A mai napon rendkívüli képviselőtestületi ülés kellett összehívni, ahol változatlan formában beterjesztettem a képviselőtársak elé az elképzelést, és ma megszavaztuk, hogy legyenek ezek az események. Beletartoznak többek között a mai esemény is, beletartozik a városnapi eseménysorozat, ahhoz kapcsolódó kulturális és egyéb rendezvényeknek a költségei. Szeptember 12-ére tervezik a hagyományos gézanapi felvonulást, amit egyéb szabadtéri események kísérnek majd. Egy régi tradíciót, a pörkölt főzőversenyt is szeretnék feleleveníteni. Megtartanánk a hagyományos szeptemberi gyereknapot, amelyben a Nagycsaládosok Egyesülete és a Keresztény Gyula Városi Könyvtár is közreműködik, és úgy nagyjából ezzel zárnánk le azokat az eseményeket, amelyeket szabadtéren kívánunk megrendezni az elkövetkezendő időszakban. Ezt a programot szeptember 19-ére szervezik, de addig is minden hétvégén valamilyen programmal várják a bátaszékieket és a környéken élőket.